Pöltl Ákos az MCC Fiatal Tehetségprogramjának Nyugat-Magyarországi Internet Használati Tudatosság kurzusának vezető oktatója arról beszélt a Szülők Akadémiáján, hogy miként működnek a közösségi felületek, miért használjuk azokat, miért alszunk kevesebbet csak azért, mert inkább az okos eszközünket figyeljük. Arról is tájékozódhattak a résztvevők, mekkora gazdasági hasznok származik az egyes cégeknek, ha ezeket az eszközöket, felületeket használjuk. Az előadó azt mondja, nem csak a képernyőfüggőség a probléma, hanem az is, hogy nincs minta. A szülői példa nagyon fontos a gyermekek számára. Onnan kell elindulnunk, hogy a legtöbb szülőnek először is be kell ismerni, hogy ő mennyire képernyőfüggő, meg kell nézni a képernyő idejét, és végig kell nézni azt, hogy mikor, melyik napszakban, amikor a gyerekkel van, akkor milyen a minta, amit ad az adott a gyereknek. Mondjuk leülünk vacsorázni, és akkor kitaláljuk, hogy nincsen telefon, de apa az felveheti a telefonját, mert halaszthatatlan dolga van, vagy ő mondjuk megnézheti, akkor jött egy e-mail ebben a dologban, vagy nem. Szóval ugye a minta az egy nagyon fontos dolog. A gyerek ugye mintát követ, ezt nem kell elmondani. Tehát nagyon fontos, hogy magunkat rendbe rakjuk ebben a történetben. Pöltl Ákos hozzátette, folyamatosan tudatosítani kell a gyermekben, hogy milyen veszélyei vannak az internetnek, az egyes játékoknak, tartalmaknak. A gyermeket támogatni kell, akkor fog figyelni ránk, ha erősebb a kapcsolata a szülővel, mint a társakkal. Az is fontos kérdés, hogy hány évesen kaphat a gyermek először telefont. Az általános nézőpont, hogy 14 éves koráig, tehát általános iskolában nem kell telefon a gyereknek, okos telefon nem kell a gyereknek. Vannak olyan élethelyzetek, amikor adhatok neki egy nyomógombos telefont, vagy egy Amerikában tök jó, mert vannak olyan telefonok, ami teljes képernyős okos telefon, csak éppen nincsen rajta közösségi média, nincsen rajta group chat, tehát a gyerek tökéletesen tudja használni fotózni tud vele, zenét hallgatni, minden, de ezeket nem tudja, itthon nincs még. Ilyen, de hogy alapvetően az, hogy gyereknek nem kell telefon, 8. osztályig. Az előadó hozzátette, a közösségi média használatát pedig jó lenne 16 éves korig késleltetni. Ha úgy látjuk, hogy a telefon függőséget okoz a gyermeknél, 2-4 hét időtartamra érdemes elvenni az eszközt. A kisebbek és nagyobbak 2 hét után kezdik el telefonjuk nélkül jobban felhasználni a szabadidejüket.